Egyre népszerűbbek a közösségi médiás alkalmazások, manapság már valamennyiünk telefonján megtalálhatóak olyan alkalmazások, mint például a Snapchat, a Facebook, az Instagram, Twitter vagy éppen a Tumblr. Nagy kérdés azonban, hogy miből van pénze ezeknek a cégeknek. Alapvetően két kategóriába lehet sorolni ezeket a cégeket. Vannak olyan alkalmazások, melyek már most is komoly bevételeket tudnak elérni. Például a hirdetési bevételeik kapcsán ugye a Facebook hagyományosan egy ilyen platform, de a Twitteren is komoly hirdetési bevételt tud elérni a vállalat. Vannak azonban olyan cégek, amelyek bár nagyon népszerűek az alkalmazások az embereknél, nem nagyon tud ebből pénzt csinálni egyelőre a társaság. Ilyen például a Snapchat, ami hamarosan tőzsdére mehet majd. Even Spiegel vezérigazgató szerint egyébként erre már nem sokat kell várni, noha a technológiai szektorban véleménye szerint, mintha egy kisebb lufi kezdene formálódni. A Snapchat pedig egyelőre nem tud bevételeket elérni, már olyan megoldásokkal is próbálkoznak, hogy a különféle pénzügyi tranzakciókat le lehessen bonyolítani a szoftver segítségével, egymásnak is lehessen pénzt utalni. Hirdetési bevételei azonban még nincsenek a cégnek, és hirdetési bevételei az Instagramnak sem nagyon vannak, amit a Facebook nem olyan régen vásárolt meg, és a WhatsApp esetében is inkább azt lehet látni, hogy egyelőre minimális bevételt tud elérni a vállalat, nagyrészt annak köszönhetően, hogy $1 éves díj mellett tudják egy év után használni a szoftvert. Végezetül még a Tumblr-t is érdemes lehet megemlíteni, akit nem olyan régen a Yahoo vásárolt fel. Tumblr sem tud egyelőre bevételeket elérni a hirdetések kapcsán, és azért az általánosságban elmondható a közösségi média cégekről így zárt szóban, hogy ahhoz, hogy hirdetési bevételeket tudjon elérni, ahhoz igen nagy és kritikus tömeget kell megszólítani, és egyelőre csak a Twitternek és a Facebooknak sikerült látványosan. Nagy kérdés, hogy a Snapchat esetleg fel tud-e hozzájuk zárkozni, illetve nagy kérdés az is, hogy a Facebook például az Instagram kapcsán mikor vezeti be ezeket a hirdetési bevételeket a platformra, és hogy ez milyen hatást gyakorol majd nálunk embereknél.